Szeretettel köszöntelek titeket, Berki Lambert Marianna, szertartásvezető vagyok. Először is szeretném megragadni az alkalmat, hogy gratuláljak az eljegyzésetekhez. Szertartásvezetőként az esküvőtök egyik legfontosabb, legmeghatóbb pillanatában vagyok jelen közreműködőként, hisz előttem erősítitek meg a szövetséget, amit már hivatalosan megkötöttetek. Hogy a nagy napotok részese lehessek, ennek csak egyetlen feltétele van, házasságkötésetek hivatalos részének meg kell történnie az anyakönyvvezető előtt. Miután megtiszteltetek azzal, hogy engem választottatok, személyes találkozó keretében megismerkedünk, és átbeszéljük elképzeléseiteket, vágyaitokat, hogy azon alapon minden úgy történjen, ahogy ti szeretnétek, ahogy ti megálmodtátok. Összeállítjuk együtt a szertartás forgatókönyvét, a ti egyedi igényeitekre szabva. Bármiről lehet szó, stílusról, megismerkedésről, lánykérésről, szülőköszöntésről, fogadalmakról és megerősítő ceremóniákról. De még rengeteg lehetőség közül választhattok. Aznap a szertartás előtt egy órával érkezem, így az előkészületek alatt látom, hogy a többi esküvői közreműködő miként készíti elő a nagy nap minden részletét. Látom az izgatott menyasszonyt, vőlegényt és ahogy érkeznek a vendégek. Jó látni, hogy az üres tér megtöltődik emberekkel, élettel, hangokkal és érzésekkel. Ez a kezdete egy új napnak, a ti napotoknak. Imádok szertartásvezetőként dolgozni, hiszen ez a munka minden érzékszervet megmozgat. Az agyat, mivel én írom minden párnak egyedi igények alapján az esküvői szertartás szövegét. A hangot, mivel aznap az én hangom által erősítitek meg a köztetek lévő szövetséget, és hangja lehetek gondolataitoknak is. A testet, mivel aznap mindenki a legszebb ruháját ölti magára, és legjobb formáját hozza. A lelket, hisz a szertartás alatt csodálatos érzések kavarodnak mindenkiben. Az ifjú párban a jövő gondolata és szerelmük ereje. A szülőkben az elengedés, és ahogy látják, gyermekeik boldogságát. A násznépben, hogy a jó barátok házasságának tanúi lehetnek, és utána együtt ünnepelhetik ezt a napot. Hivatásomnál fogva, az év bármely napján, feketén vagy pirosan, a nap bármely időszakában, délelőtt, délután vagy este, és az ország bármely pontján szallaggal, vagy most már az egyre népszerűbb lehetőséggel élve, szallag nélkül kérhetitek, hogy tartsam meg az esküvői szertartásotokat. Örömömre szolgálna, ha ti nagy napotok részese lehetnék. Keressetek bizalommal, és beszéljük meg a részleteket. Mondjatok igent nekem is.